Egy láthatóan zavart tudatú beteg a mentőbe késsel fenyegette őket. A gépkocsi vezető kollégám a mentőautóhoz lépve felmérte a helyzetet, és a gumibottyával kiütötte a zavart férfi kezéből a kést. Így nyilatkozott tavaly márciusban Kovács Gyula alezredes, amikor kollégája Bíró Tamás Zoltán lélekjelenlétének és felkészültségének köszönhetően senki sem sérült meg egy késsel való támadásban. Ma a Kecskeméti járásbíróságon ezzel az üggyel kapcsolatban a Bács-Kiskun megyei kórház két mentőápolóját és az előbb említett megyei büntetésvégrehajtási intézet parancsnokát hallgatták ki tanúként. K. Zsolt és V. Z. Mihály mentőápolók tavaly március 13-án egy ittas, kerékpáros vérző sérüléseinek ellátására mentek ki a helyszínre, majd az idős férfit a kórházba szállították. A sürgősségi osztályról a férfit ittas állapota miatt a pszichiátriai osztályra próbálták tovább szállítani. A vádlott a mentőautóban megkérdezte a vele egy térben tartózkodó V. Z. Mihálytól, hogy hová viszik. A pszichiátria hallatán kabátja zsebéből előrántott egy bicskát, amellyel elvágta a biztonsági övét, majd a mentőápoló mellkasa felé szúrt. Az ellene a vele szemben ülő éppen felálló, jobb kezében 8 cm pengehosszúságú, késsel mellkasa felé irányuló, jól irányzott lendületes szúrást hátralépésével hárított el, ellenkező esetben bordáját érte volna a szúrás. A szakértői vélemény szerint a késsel, mellkason vagy gyomortájon közepes erősségű szúrással akár 8 napon túl gyógyuló, életveszélyes sérülést is okozhatott volna az elkövető. A bizonyítási kísérlethez azonban elengedhetetlen, hogy a cselekmény helyszíneként szolgáló mentőautót is megvizsgálják, ami az ügyvéd és az ügyés szerint is elkerülhetetlen. A vádlottal szemben az ügyészség börtönbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta. Az ügy március 27-én folytatódik, melyen ítélethirdetés is várható.